Nyíregyháza belvárosában 32 fokot mutatott a hőmérő délben, de az előrejelzés szerint a hét többi napján 37-38 fok is lehet. A hőségriasztást már kettől kiadta az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár egészen péntek éjfélig. Ennek kapcsán Kovács Ferenc polgármester vízosztást rendelt el Nyíregyháza egyik legforgalmasabb pontján. A közterület felügyelet munkatársai mellett Ulrik Attila alpolgármester is vízet osztott a belvárosban közlekedőknek. Most 1400 kis pala féliteres vizet osztunk szét az erre járó nyíregyháziaknak, vagy akik itt vannak most Nyíregyházán. Ugye azt nem kell elmondani, hogy ebben a melegben a vízfogyasztás miért fontos, de ahogy látják a kedves nézők, azért mi álljuk a sarat, mert most is rajtam van egy fekete zakó, mert egy rendezvényről jöttem. Úgyhogy igen, igen meleg van ebben, meg még melegebb. Hát emeljük, akiknek sikerült kiosztani, egészséggel fogyasztják el azt, amit a város tudott adni ebben a pillanatban. Az elmúlt napokban már több meleg rekord is megdőlt hazánkban, kettől péntek éjfélig pedig a legmagasabb, harmadik szintű hőségriasztást rendelték el. Erre akkor kerül sor, ha legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius fokot. Ez a tartós meleg a szervezetet is megviseli, ezért is javasolt például kalapot vagy sapkát hordani, minél kevesebb időt tölteni a napon, illetve kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel. A nyíregyháziak akár még a héten is számíthatnak hasonló vízosztásra a hőségben. Ez a nap, ez most lement, nem tudom, hogy lesz-e vagy nem, lehet, hogy jövő héten lesz, vagy még ezen a héten, hogyha itt leszek, akkor igen, mert polgármester úr most szabadságon van. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy ebben a tényleg, ebben a flaszteres hőségben az emberek minél jobban érezzék magukat. Nyíregyházán Párakapu is segíti a felfrissülést. A Kossuth tér két pontján egész nap nagy a forgalom a frissítő permet alatt.